Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, egy periférikus dologgal fogunk foglalkozni, méghozzá a flatpack csomagokkal, annak is egy olyan helyzetével, amikor egy-egy futtatási környezet, amit a programjaink használnak, például a KDE háttér dolog, amivel mi igazából nem is tudunk foglalkozni, nem is foglalkozunk, mert ha telepítünk egy programot, akkor automatikusan hozza azokat a flatpack függőségeket, amire neki szüksége van, szóval mi ezekkel igazából nem foglalkozunk, na hát ezeknek van egy olyan tulajdonsága, hogy bizonyos ideig támogatottak. Azaz előfordulhat az a kellemetlen helyzet, hogy úgy látjuk, hogy valami hiba van a rendszerben. Nincs hiba, nincs hiba, ezeknek a támogatottsága egy idő után elfogy, lefut, vége lesz. Azaz az életciklusnak vége lesz, azaz az életciklus végéig eljut, hát nézzük is meg, miről beszéltem, telepítettem egy csomó flatpack csomagot, úgyis tudjátok, hogy nagyon kedvelemmel frissek, jól működnek, könnyen konfigurálhatóak, és valóban kényelmes használata van. Na hát, utána upgrade-eljük, tehát frissítjük a rendszerünket, akkor a flatpack csomagokat is frissítjük. Reütöttem, és kért ilyen furcsa dolgokat, hogy info, és valami annak end of life. Ilyennel nem találkoztam, mert sokszor frissítettem, és most futottam bele. Utána néztem, természetesen nincs ilyenkor probléma, hiszen a rendszer upgrade-eli ezeket a KDL, éppen KDS dolgok vannak, ahogy lehet látni itt KDS dolgok vannak, ezeket upgrade fogja, nem lesz olyan, hogy a program nem működik, vagy a rendszered összeomlik, hanem ezekkel valamit kezdeni kell, mármint az ott maradt csomagokkal, de hát első mindig az upgrade-elés megkérdezi, hogy te szeretnéd ezeket az újabb csomagokat feltelepíteni, hát természetes upgrade-elést, és yes, lenyomjuk a yes, lefut az egész, ez olyan, mint akármilyen egyéb telepítés, ne lepődjetek meg, előfordulhat az, hogy egy kicsit hosszabb az ilyen fő verziószámváltás, hívhatjuk így is, fő verziószámváltás, de nem kell megijedni, kérnak igencsak, igencsak nagyméretű állományokat, több száz megabajtos állományokat, de mi mindig csak a változtatásokat, a változásokat fogjuk megkapni, tehát azért lehet, hogy hosszabb ideig eltart, mint a megszokott frissítés, de igazából nem olyan hosszú idő, mint ahogy az első ránézetre láttuk, vagy illetve gondoltuk, le fog futni, azért beszéltem ennyit, hogy ne kelljen kivágni ezt a részt, és utána, amikor lefutott, kérte, hogy updatesz komplet komplett a dolog. Nézzük meg, hogyha komplett a dolog, akkor komplette a dolog, ő megint ki fogja írni ezeket a problémás dolgokat. Tehát, hogy ezeknek lejárt az életciklusa, nem kell megijedni, tovább lépünk és megoldjuk ezt a problémát. Nem probléma, abból a szempontból, hogy ez nem káros, vagy nem fogja a rendszeredet, hogyha ezek fent maradnak összedönteni, inkább csak egy ilyen rendet szeretünk, és a régi csomag, amire már nincs szükség, mert lejárt ezeknek az életciklusa, azok ne legyenek már a gépünkön, elgondolás, Rendbeni tartás elgondolás mentén fogunk tovább lépni. Mi a következő lépésünk? Ezt az 1, 2, 3, akárhány csomagot meg fogjuk jegyezni, hogy, el, hogy ezeket el kell távolítani. Én a biztonság kedvéért, ahogy láttátok, nem azzal kezdtem, hogy a csomagokat eltávolítom automatikusan, hanem fel a rendszeremet, majd utána megint lefutattam az upgrade-et, tehát azt a programot, ami egy kicsit feljebb viszi a verziószámokat, és meggyőzöttem, hogy ezeket valóban nem tüntett el, nem törölte, nem csinált ő saját maga automatikusan meg mindent, hát bizony utána egy repaért, tehát egy reparálást is indítunk, ez biztos, ami biztos el szoktam indítani ilyenkor, nyilvánvalóan ők szépen mindent, mindent, mindent megnéznek, tehát ő valóban átdolgozza, átnézi, biztosítja azt, hogy a legfrissebb legyen, minden fönt legyen, amiket gyakorlatilag idézőjelben mondom, ezt nem feltétlenül szükséges, de biztos, ami biztos, mert nyilván, hogyha vannak fent felesleges dolgok, vagy legalábbis amire azt gondoljuk, hogy felesleges, azokat hát el fogjuk tüntetni, de hogyha véletlenül mégiscsak kell, akkor ez a repair, tehát a reparálási gondolatmenet, programmenet, ő azt fogja csinálni, hogy hát hogyha mégiscsak kell valakinek valahol valamiért, akkor eltünteti a hibajelet, de nem fogja, mert nyilvánvalóan jó a rendszer. Oké, elmondta, hogy minden, minden, minden nagyon jó, nagyon szép, és elvégezte a dolgait. A következő gondolat, mi lesz a következő gondolat, hát mivel hogy nem fogok emlékezni, visszafele görgetni nem szeretek, megint az update-et elindítjuk, és kírja, hogy mivel van neki problémája természetesen, egy, kettő, három sor, ami van, mit teszünk? Eltüntetjük. Hogyan tüntetünk el valamit? Eltüntetjük a Flatpak uninstall-lal. Uninstall. Tehát beírjuk, hogy uninstall, és mivel mi nem szeretünk nagyon-nagyon irogatni, be van másolva, eneter le van nyomva, ő kírja, amit éppen szeretne csinálni, igen, 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 ezeket el szeretném tüntetni, és ő kírja, hogy itt neki valami nem tetszik, jó lenne, hogy a OBS Project Studio, amivel éppen itt, ugye emlékszem, igen, 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 ő ezt használja, hát akkor nem fogjuk eltüntetni, majd hogyha az OBS Project éppen tovább lép, ezen szempontból, hogy az újabb környezeti dolgokat, újabb futtatási környezetet használ, akkor fogjuk eltüntetni, megyünk tovább, egyébként ide is kiírta. Mehetünk tovább, nézzük meg a következőt, szintén megpróbáljuk uninstallálni. Amit nem fog engedni, mert az smp fogja használni. Tehát lehet, hogy egy picit korán indítottuk el, de megpróbáljuk eltüntetni. És mit fog kérni? Ki fogja érni, hogy yes, és azt mondja, hogy bizony az smp használja. Ezzel se kell törölni. Lesznek ilyen dolgok, hogy a régebbi verziót használ egy program, és nem lenne túl egészséges azt eltüntetni. Nyilvánvalóan, amikor vége van egy támogatottságnak, lehet még olyan program, ami a régebbit használja, majd a későbbiek folyamán ezt el fogjuk tüntetni. Hát akkor megyünk tovább és ellenőrizzük a eltüntetendő dolgokat. Az utolsó, ez bizony el fogjuk tüntetni, endon és el fogjuk tüntetni, uninstalljuk, és azt mondja, hogy igen, hát itt már nincs olyan program, felhasználói program, ami ezt a Akármit, teljesen mindegy, hogy mi, de hát már lejárt a szavatossága, mondhatjuk így, azt használná, akkor el tudjuk tüntetni. Azért jó ez a helyzet, én előre nem tudtam természetesen, meg nem tudtam próbaként eltüntetni, mert leszedem aztán, utána nem tudom bemutatni, hogyan kell leszedegetni. Szóval gyakorlatilag azért jó ez a helyzet, mert meg tudom mutatni azt, hogy a flatpack rendszer egészen okos, tehát nem enged olyasmit leszenni, illetve le tudod szenni kényszerítéssel, meg egyéb, de igazából, igazából nem enged hülyeséget csinálni, hogyha átgondolod, amit kír és azt mondja, hogy ezt használja, akkor légy ne leszedni, akkor nem szeded le, ráhallgatsz, akkor nem tudsz nagy botrán csinálni, ami már olyan életciklust, túllépő cucc, amihez már nem párosul felhasználói program, azt simán le fogja neked kapni. Oké. Okay. A következő gondolat micsoda? Egy kicsit kiszeretnék térni, de ez igazából jelen pillanatban csak valóban kitér, mert az SM Player-t, meg az OBS Stúdiót. én mind a kettőt használom. Egyik a lejátszó, másik a felvevő cucc. Tehát ezeket használom, ezeknél nem releváns ez a gondolat. De hogyha van olyan program, amire kiírja, hogy bizony, hát bizony ez használja ezt a régi futtatási környezetet, és te nem nagyon használod, vagy egyáltalán nem használod, akkor az a helyes döntés, hogy először leszeded azt a megjelölt, itt jelenleg például az Info Esemplájernek a programját, és utána a futtatási környezetet ezeket, leszedett, mert nem túl legészséges fent hagyni olyan programot, ami nagyon-nagyon régi dolgokat futtat, mert nyilván azért van vége valami életciklusnak, mert ahhoz már nem egyáltalán nem, és biztonsági dolgok sem fognak érkezni, azaz egy picikét, hát nem nagyon, tehát azért nem kell félni, hogy holnap feltörik a géperet. Emiatt egy picikét azért veszélyesek, egy biztonsági érések. A következő gondolat micsoda, nyilván csinálunk egy rendrakást, ez pedig a nem használt cuccokat távolítja el. Ez nem feltétlenül ennek a munkafolyamatnak a kötelező része, de én úgy gondolom, hogy telepítés után, tehát hogyha telepítesz valamit, vagy leszedsz valamit, vagy éppen upgrade-elsz, hiszen mi upgrade-eltünk, akkor egy ilyen rendező tisztító már nem használt, felesleges, valamikor feltette egy program környezet, azt szépen leszedegessük ezzel a parancsal, hogy uninstall, kötőjel, kötőjel, unused, tehát tehát nem használt dolgokat leszedegeti, ki fogja érni, hogy mit nem használunk, és utána ezeket leszedegeti, rá kell hagyni, ezek nincsenek használatban, Ezeket nem kötötte be semmelyik program, vagy van -e frissebb. Volt olyan program, ami miatt ezt feltelepítette, de már az a program nincs, akkor ezeket szedegessük le. Természetesen, hogyha megint telepítünk olyat, aminek éppen ezek a programok, amiket leszedegetett, vagy futtatási környezet, az kell, akkor ő föl fogja hozni. Azaz, ennyi az egész. Gyakorlatilag nem csináltunk más, rendet raktunk a gépünkön. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Tudom, hogy nem egy érdekes dolog volt, meg különben is halálosan uncsi ez a dolog. Erre lehetne scriptet is írogatni, bár Természetesen, akkor nem tudja az ember ellenőrizni, hogy valóban valaminek kell vagy nem kell. Szóval ezt kézzel, manuálisan érdemes megcsinálni időnként. Unalmas, persze. De hogy tiszta legyen a rendszerünk, ne legyen benne semmi olyan régebbi, akármi, amire nincs szükség, azért érdemes egy-egy időszakonként nem csak. Grafikusan frissíteni a dolgokat, hanem így manuálisan is, és eltávolítgatni azokat, amire nincs szükség. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok! Sziasztok! Sziasztok! És mindenkinek jó Flatback csomag használatot kívánok! Sziasztok!